Nehéz percek következnek, Vágó Istvántól búcsúzom. 74 éves volt, és az otthonában örökre elaludt, nagyon-nagyon váratlanul ért mindenkit az ő halála, nem csak minket, hanem a családját is. 2 évvel ezelőtt járt a klub délelőttben, akkor a születésnapjára hívtam meg, hogy felköszöntöm. Ő azt mondta telefonban, hogy nem nagyon szereti a születésnapi köszöntőt, nem jött jól ki a születésnapokból, mindig történt valami számára kellemetlen dolog vagy hír, és akkor hozzátettem, hogy de István, én szeretném veled zárni a Klubrádió földi sugárzását. Te leszel az utolsó vendég, utána már az éterbe folytatjuk. Azt mondta, hogy erre nem tud nemet mondani. István, búcsúzom tőled, jó utat, nagy utazásban van most részed, amiben ugyan te nem hiszel, mert azt szoktad mondani, hogy a földi élettel véget ér az élet, nincs másik élet, nincs másik út. Higgyük azt, hogy igen, legalábbis én hiszem azt, hogy igen. A Favágó együttesnek voltál te oszlopos tagja, gitárosa, szóljon most egy dal, utána jöjjön a beszélgetés. Néhány jó öreg járgány, startol a pályán, új a szín és a forma, és fel vagyunk jól tűnik. Igazi nagy csapat a Favágó, mindenki dől, majd meglátod, nem hisz a fülének a közönség, mikor kivágjuk lazán a magas szét. Minden stílusban játszunk, grandiózus a repertoárunk, rendeletsz tőlünk nótát, s mi asztalnál ugyanúgy hozzuk a formát. Igazi nagy csapat a Favágó, mindenki dől, majd meglátod, ne hisz a fülének a közönség, mikor kivágjuk lazán a magas szét. Favágó nem lehet bárki, itt nem lehet semmi elbaltázni, és hogyha kicsi a gázsi, hát tudni kell, ahhoz is jó pofát vágni. Igazi nagy csapat a Favágó, mindenki dől, majd meglátod, nem hisz a fülének a közönség, mikor kivágjuk lazán a magas szét. Több mint 20 évig vártunk, hozzá, hogy egymásra találjunk, de végre együtt a banda, Favágók, száj, száj fel magasra. Igazi nagy csapat a Favágók, mindenki dől, majd meglátod, nem hisz a fülének a közönség, mikor kivágjuk lazán a magas szét. Érdemes volt hát élni, teljesült a nagy álmom, van zenekarom és basszus gitárom. Igazi nagy csapat a Favágók, mindenki dől, majd meglátod, nem hisz a fülének a közönség, mikor kivágjuk lazán a magas szét. Igazi nagy csapat a Favágók, mindenki dől, majd meglátod, két ötletem is volt. Az egyik, hogy Vágó Istvánt felköszöntöm születésnapján, ezt meg is valósítom, Isten éltessen sokáig. Jaj, ne. De talán erősebb volt az az ötletem, hogy nagyon rég voltál itt utoljára az édesanyáddal, ő még akkor hál' Istennek élt, és hogy veled zárnám többek között a földi életünket, a Klubrádió életét, és hogy valahogy itt a helyed ebben az adásban. Ne is mondj, Zsuzsa, mert akkor, amikor én hallottam, hogy én volnék az utolsó meghívott itt a földi sugárzásban, akkor esküszöm neked, hogy alig találtam szavakat, és miközben nem szeretem, hogyha engem felköszöntenek születésnapomra. Sok mindent elkövet, szívesen el is mondom, hogy miért.
De ennek nem tudtam ellenállni. Tehát, hogyha az az ára annak, hogy én bejöhetek, és még földi sugárzásban beszélhetek, akkor nem bánom, elfogadok egy boldog születésnapot. Boldog születésnapot, de akkor mondd a születésnapi történetet, amit nem mondtál. Nincsenek történetek, csak nem ünneplem én a születésnapokat, és születésnapjaimat, és ezt el is várom a barátaimtól. Vannak rossz emlékek. 50. születésnapomra például a TV2 csinált egy fantasztikus születésnapot. És akkor azt mondta a vezérigazgató Tolvaj Ferenc, hogy elnök volt, már nem emlékszem, hogy és akkor a mi legnagyobb sztárunk, rádépítjük a jövőt, másnap megszüntette a mindent vagy semmit. Igen. A 60. születésnapomra csinált a feleségem egy meglepetéspardit. Nem tudtam róla, és a legjobb barátaim ott voltak. És felköszöntöttek. És gyakorlatilag másnap, harmadnap kirúgott a TV2. Ja, akkor ez nem. A 70. születésnapomra nem csináltunk semmit, és az önkormányzatomban megválasztotta a képviselőnek. Tehát rengeteg rossz emlékem van. Az én születésnapomra általában a feleségemnek adok ajándékot. Üzenem a feleségemnek, aki hallgat bennünket, megvan a könyv, és a művész úr is, és Vereves úr is dedikálta, úgyhogy nagy boldogság lesz otthon. Elmondom neked azt is, hogy miért volt ilyen sok-sok év, hogy én nem gondoltam rád nagyon sokat, de hogy nem kerestem az alkalmat, hogy beszélgessünk. Én úgy nőttem föl gyerekkoromban, hogy nekem a szüleim mindig azt mondták, hogy jaj, csak tarts távol magad a politikától, mert abból baj lehet. Akkor a Berkovics Gyuri barátom, nem barátom, jó ismerőse, meg nagyon-nagyon szerettem őt, azt mondta, hogy ő benne volt az ellenzéki kerekasztaltól kezdve, nagy barátok voltak, megszakított minden kapcsolatot, mikor ezek a fiúk politikai vezetők lettek. Hogy politikussal nem barátkozik az ember, mert abból csak baj lehet. És valahogy ez annyira beépült a sejtjeimbe, hogy amikor te beszálltál a politikába, valahogy átmentél egy másik minőségbe az abszolút, én életemben. Igen, de ezt igen, érzed igen. Másnál is? Persze. Igen? Hát nézd, mielőtt én beszálltam a politikába, nem szívesen mondom, de hát tény, hogy engem nagyon sokan kedveltek. Sokan nézték a műsoromat. Akkor, amikor indítottak egy ilyen közvéleménykutatást, akkor egy előkelő. Na jó, kimondom, szóval én voltam a leghitelesebb magyar igen. Közéleti szereplő, nem tévés. És nem sztár, és nem celeb. Úgy van, 2 éven át. És aztán történt, ami történt, hát coming out voltam. És én tudtam, hogy akkor ennek vége lesz. De természetesen sokat gondolkozom én azon, meg más is felteszi nekem a kérdést, hogy megérte-e. És hát erre sokféle válasz adható természetesen, ami engem illet, az én válaszom erre az, hogy természetesen igen. Tehát, hogyha nekem azokra kellene mosolyognom, akikről tudom, amit tudok, de hogy mennyire másként gondolnak a világra, másként gondolkoznak, például rólam is, nem kell nekem rájuk mosolyogni, és én egyáltalán nem bánom, ha ők már nem szeretnek engem. És ha én nem mondhatnám el, de hát ez a fő jellemvonásom talán. Ha nem mondhatnám el azt, amit a világról gondolok, akkor az megfeküdné a gyomromat. Hát én abba belepusztulnék. Úgyhogy nekem az a jó, hogy mondhatom. Talán emlékszel arra a régi szocialista mondásra, hogy hát azért léptem be a pártba. Hogy belülről bomlasszam. Hát ez az egyik, nem, én arra gondoltam, mert csak belülről lehet bármit csinálni, segíteni, javítani. Na most te mit tettél hozzá a politikához, a közélethez azóta, mióta politikus vagy? Mert gondolom nem csak azért, hogy jártasd a szád és mondd a véleményed, hanem az emberben van egy jobbító szándék talán. Ugye ez nem teljesen ugyanaz, mint a szocialista időkben, mert hogy több pártrendszer van. Tehát itt majdnem értelmezhetetlen az, hogy én belépek valahova, és akkor megváltoztatok valamit, mert sok helyre lehet belépni. Én egy olyan közösséget választottam, amelynek a gondolataival, a világ szemléletével egyetértek, a céljaival egyetértek, sőt, hát egy kicsit formálom is, mint elnökségi tag. Ez a demokratikus koalíció. Röhögni szoktam, amikor az a vád éreg, hogy biztos azért léptem be, mert az anyagiakat kergetem, hát üzenem mindenkinek, ha számomra a pénz lenne a legfontosabb, fideszes lennék. Az biztos. Nem? Hát a zsákszámra jön a pénz, hát azért mondom, jó, de azért vannak ennél, elveid is, István. Ennél viccesebb dolgot nem tudnak rám állni. Próbálkoznak sok mindennel. De nézd, hogy mit értem el ebben a közösségben, ami az enyém. Akkor, amikor én beléptem, akkor ez egy 1-2 százalékos párt volt.
és most az ellenzék legerősebb pártja. Hogy ebben nekem volt-e szerepem, vagy nem, szeretném azt hinni, hogy volt. És akkor a dolog sikeres ebből a szempontból, és előttünk áll még az, hogy néhány siker, amit el kellene érni. Most itt nagy kérdés a miniszterelnök jelöltek. Ha mondjuk ez most egy abszolút játék, nem indulnál miniszterelnök jelöltnek? Én? Ugyan már. Miért a Biden is milyen szép koros? Közelítesz hozzá, tehát erő, energia van. Igen, valahol erre már válaszoltam, és azt mondtam, hogy ja, Amerikában lennék elnök. Itt nem. Isten megy. És nem. Kit látnál szívesen miniszterelnöknek? Biztos a DK-st fogod mondani, Dobrev Klárát, de... Hát ő még nem jelölt. Hát jó, mindig feszegetik itt a televízióban, hogy mondja már ki, mondja már ki. Klára remek. Ért is hozzá, gyakorlata is van, fellépése is jó, kivégeznék. Azt mondják, hogy a Bajnai ott van a háttérben, ez igaz? Vagy nem mondta? Hol? Én még sosem láttam a hátam mögött. Nem láttad? Nem. Akkor rosszul néztél hátam. Na, hagyjuk akkor a politikát, ne fárasszuk az embereket ezzel, vagy ne kínozzuk. Ahogy mondtam, utoljára az édesanyáddal voltál bent, és én emlékszem az utolsó mondatára, amikor azt mondta, hogy ő akart bejönni, pedig nem szokott nagyon nyilatkozni, hogy azért akart bejönni, mert ki akarja mondani, hogy az embernek akkor kell zsidónak lenni, amikor Magyarországon az antiszemitizmus erősödik. És ez jó pár évvel ezelőtt volt, azóta szerintem kicsit durvább a helyzet. Ezt ő sokszor mondta, és ő azt is mondta, hogy addig, ameddig ő még személyes élményeiről tud beszámolni, addig neki kötelessége ezt elmondani. És az élete utolsó egy-két évében ezt gyakorolta. Tehát ahova meghív, nagyon kevés helyre hívták meg. Na jó, elmondom egészen konkrétan két helyre. Az egyik egy vidéki város volt, a másik pedig itt Budapesten egy közösség. De ő azt mondta, ha hívják, ő elmegy. Szélső jobboldali cikkekben olvastam, hogy a vágó, ez a bukott kvízmester és az anyja, ezek végig haknizzák a hazugságaikkal az országot, ez nem igaz, egyszer mondom, két helyen voltunk, de ő mindig készen állt arra, hogy elmondja, és azért is volt boldog, hogy itt nálatok elmondhatja. Igaza volt, igaz. Igen, ki igen, más igen. Mondja el, mint az a generáció, így van. Aki ezt végig. Na most már nagyon kevesen vannak. Nagyon kevesen vannak. Kevesen is jöttek vissza, ezt hozzá igen. kell tenni. És mi az, amit mondjuk te tudnál mesélni? Átadott mindent neked, édesanyja? Á, dehogy. Sőt, kifejezetten, hát az életem első kétharmadában nem is nagyon beszélt erről. Ugye mi együtt laktunk a nagymamámmal, tehát így voltunk együtt négyen a lakásban, szüleim, nagymamám és én, és ők ketten jöttek haza. És amikor arra emlékszem, hogy amikor felszabadult valami, és elkezdtek otthon mesélni erről, akkor ez engem nagyon letaglózott, és megpróbáltam a dolgot úgy megoldani, hogy hát, hogyha ennyit szenvedtetek, akkor legalább szegény nagymamát kereszteljük meg, hogy ez soha többé ne forduljon elő. Hát akkor még ilyen naív voltam. Én arra emlékszem, de még most is él az a dolog, hogy az ember beszélget egy társaságban, és amikor azt mondja, hogy tudod, az zsidó, lehalkítják magukat, nem mondják ki hangosan. Hát ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én egyszer voltam Izraelben, sehova nem megyek vissza újra. Tehát nekem az ki van pipálva. És az alapvető különbséget abban jelöltem meg Budapest és mondjuk Tel Aviv között, hogy ott a zsébetű szavakat minden további halkítás nélkül tudják mondani. Igen. De ez nagyon érdekes. Én szinkron filmekben is nézem, hogy akkor, amikor mondjuk történelmi filmekről van szó, akkor a narrátor ezt a bizonyos zsébetű szót valami egészen különleges hangsúllyal mondja, hogy jelezze, hogy ő nem fél kimondani. Igen. Hallgass meg, nagyon érdekes. Igen, nagyon érdekes. Igen. Hogy telnek a napjaid? Mondjuk szerintem karanténban, de te mindig könyvfüggő voltál, internetfüggő voltál. És ez így is van. Igen, tehát mondjuk a nagy változás, biztos hiányoznak a személyes találkozások, de azért te alapvetően... Idefele jövet hallgattam a műsorodat a rádióban, és az egyik vendéged azt mondta, hogy ő nagyon sokat utazott. Igen, hát te is. És én is. De a te vendéged azt mondta, hogy ő,
hogy őt inkább az érdekelte, hogy hova van olcsó repülőjegy, abszolút megértem, jó. De én, aki nem tudom, mondtam, mert már én nem megyek vissza ugyanarra igen, helyre még egyszer. Igen, most köszönöm szépen. Szóval, mint ilyen utazó, azt kell mondanom, hogy egy kicsit kielégített engem a térkép már. Uh-huh. Tehát olyan nagyon sok hiányzó luk már nincsen. Mi a luk még? Nem nagyon van. Nem nagyon. Nem nagyon van. Ahogy elsoroltad a születésnapokat és a kilukásai történetét, megint csak visszaidézem a múltat, tehát mondjuk, hogyha a Kádár rendszerben valaki azt mondta, hogy engem kirúgtak a munkahelyemről, ott lehetett tudni, hogy valami nagyon súlyos dolog történt. És bennem ez nagyon sokáig élt. Tehát ha valaki azt mondta, hogy kirúgtak innen, akkor olyan ferdén néztem a Palira, hogy mit követhetett el. Most már a világ legtermészetesebb dolga kívülről. De azért belülről az embert meggyötri ez, nem? Legalább az első. Az egy nagyon érdekes periódus volt az életemben, mert nem nagyon értettem, hogy mi történt. Ugye 2010-ben vagyunk, egy hatalomváltás után, nem sokkal, és kezdtem összerakni a mozaikokat, hogy mi vezethetett idáig, hiszen éppen egy új műsorsorozat száraz kamera próbáját csináltuk. És aztán, amikor hazamentem, akkor kaptam egy telefont, hogy kirúgtak. Érdekes módon nem az érintettől, tehát nem a TV2-től, hanem az akkor még más Origótól, hogy hallottam-e a TV2-nek a közleményét. Mondom, nem, majd mindjárt elmondod, hogy mi az. Hát azt mondja, ki vagy rúgva. Tehát így tudtam meg. És úgy néztem bambán, hogy mi történhetett, és aztán lassan összeraktam a mozaikokat, és azt mondtam, hogy rendben van. Tudomásul veszem, lehet, hogy ez a dolgoknak mostantól ez a menete. De hát amikor itt minden a nézettség, a pénz, akkor nem számít, hogyha valaki mást gondol a politikáról, hogy a legnézettebb műsorokat csinálta? Hát most, hogyha a jelen helyzetről beszélünk, akkor azt kell mondanom neked, hogy a pénz, igazad van, piaci körülmények között ez így lenne természetes. De nincsenek normális piaci körülmények. A TV2-ről azt feltételezem, bizonyítani nem tudom, nem a fenét nem. Igen. Szóval azt feltételezem, hogy neki, ők jobban járnak anyagilag, hogyha nem piaci körülményeket vesznek figyelembe, hanem inkább politikai kedvezések, vagy nem tudok kijönni ebből a mondatból, szóval, hogyha politikailag jól viselkednek. De nagyon okos ember vagy, talán tudod, ha már a TV2-t mondjuk, hogy az, hogy szórakoztató műsorokhoz mennek tehetséges műsorvezetők, akármilyen irányultságú tévénél, ezt én már elfogadom. De az, hogy egykor jeles és tehetséges és értelmes műsorvezetők politikai műsorokba úgy szállnak be, hogy képesek elhazudni az aktuális eseményeket, akár szövegben, akár képekben, nem értem, és nem tudom elfogadni az embernek ezt a fajta változását és szembefordulását. Hát végig pergetem a neveket. Ugye nekem régen kollégáim voltak, akár a TV2-nél, akár az RTL klubnál. Tehát én ismerem őket. Nem szívesen mondok erről véleményt. De mivé válik az ember? Tehát még ez nem is olyan nagy hatalom. Azt gondolja, hogy milliómos lesz, hogy kiszolgál egy hatalmat, vagy mi a poklot gondol. Ahelyett, hogy a legyen ön is milliómosban indult. Hát ahelyett is, igen. Milyen jól lehetett ott keresni. Igen. Nem tudok ehhez mit hozzátenni. És saját társaságodban, saját kis közegedben, ezt hogy értékeled? Gondolom, vannak elveszett kapcsolataid. Hát, hogy ne. Akikre én gondolok, meg gondolom te is elsőként, és közelebbről nem akarom őket megnevezni, róluk az volt a benyomásom, hogy őket a politika soha nem érdekelte. Tehát ott ülnek, és mondják a politikai mondatokat. Amit kiírnak nekik a sugógépen. Igen. És hát van bennük egy ilyen tehetség, hogy el tudják adni, mint az ő meggyőző. Hát erről nem vagyok meggyőző, de minden esetre felolvassák. És amikor engem személy szerint gyaláznak, tehát bemondják azt, amit a legszélsőségesebb helyeken megjelentettek, és ezt bemondják a kamerába az én nevemmel azok, akikkel én jó kollegiális kapcsolatban voltam. Hát ennél szörnyűbben nem tudok elképzelni. Hát én rámennék. De látom, hogy ők meg nem. És így nem mész rá, hogy téged bántam?
Nem? Nem, én azt gondolom, hogy ez vele járulja egy politikusi új pályának. Tehát ez benne van a pakliban, nincs ezzel semmi. Na jó, de amikor politikusi pályára léptél, azért nem gondolhattad volna. Olvastad, de az, hogy rajtad csattan az ostor, azért nem hihetett. Tehát legalább az első hét gondolom nem volt könnyű. Jó, hát ugye Moldovánál van ez, ezt nem hittem volna. Igen, néha ez előfordul, de elsősorban a volt kollégáim esetében. Tehát azok, akikről én tudtam, hogy nagyon nem egyformán látjuk a világot, azok ezt majd megpróbálják feldolgozni, hogy hát eddig kedveltük ezt a palit, de most már látom, hogy nem ugyanazt mondja, amit én mondanék, tehát ő meghűlt meg. Ugye, hát ez egy... Ez a szocializmusban ez úgy lehetett, hogy ugyanúgy megvolt ez a sok-sok szekértábor, csak akkor volt egy közös ellenség, nem, akit utálhattunk? Nem, Zsuzsa, két szekértábor volt, mellettük és ellenük. Én sose felejtem el, most már egy csomó ilyen van. Jó, hogy nem felejtettem, hogy jön az a korszak, amikor emlékszem, felejtett. Emlékszem, hogy a Magyar Nemzetben olvastam a 80-as évek vége felé, olvastam egy Csurka dolgozatot. Nagyon, nagyon bátran ellenzéki volt. És mondja, azt a mindenit, te jól mondja. De volt bennem valami, ami gyanúsá, de elolvastam még egyszer. És egyre több mondata volt nekem gyanús, hogy igen, én se kedvelem a fennállót, de nem úgy, mint a Csurka. De az, hogy én elkezdek hallelujázni, hogy ez a Csurka milyen jókat ír, ez csak attól van, mert közös szekértáborba kényszerítettek bennünket. És aztán kiderült, hogy a Csurka egy másik szekértáborba tartozik, mondom, pillanatok alatt. Ezért igen. Mondom, tehát annak a rendszernek az volt a baja, hogy még velük is egy táborba. Tehát törvényszerű volt, hogy ilyen igen, sokfélék igen, leszünk. Abszolút így van, igen, igen. Tehát ezért mondom, most van több szekértábor, egyre inkább megint kevesebb. Ez nagyon érdekes. De az nekem egy nagyon tanulságos dolog volt, hogy én úgy éreztem, hogy én a Csurkával együtt vagyok, és ha jobban megnéztem, akkor kiderült, hogy mégsem. A te kedves feleséged mit szólt hozzá, hogy politikai pályára léptél? Ő, aki soha nem szerette a nyilvánosságot. Igen, de hát nem tudom, hogy tudod, de nem tudod, onnan tudnád, hogy én akkor döntöttem el, hogy én elveszem őt feleségül, amikor egyszer udvaroltam neki, ott voltam nála, 7:30 volt, és azt mondtam, most csönd legyen, mert kezdődik a híradó. Ez jó. És akkor azt mondta, ez a nő kell nekem. Igen, igen. Tehát ő benne ugyanígy volt közélet érdeklődés. De nem lett first lady melletted. Hát mi az a first lady? Nem hát, tudom, hogy egy kísérget téged mindenhova. Dehogy nem. Hát mi a mindenhova? Hát jó, mondjuk egy kávéra, ha valahova, de ilyen politikai megmozdulásokon nincs. Ő nem nagyon szeret nagy tömegben lenni. Ez egyfajta pszichés állapot. Úgyhogy legalábbis ezzel indokolja. Nagyon szépen köszönöm, Vágó Istvánnak. És szomorú vagyok nagyon. Szomorú vagy? Nagyon. Pedig te egy fejlett, technikailag fejlett ember vagy, tehát neked biztosan nem okoz gondot. Nem a megoldás itt a botrány, hanem az gyalázatos eljárás. Igen. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál, Vágó István volt a vendégem.